Na hát sziasztok! Először is el szeretném mondani, hogy mi volt ennek az oka, hogy 3 hétig nem jelentkeztem videóval. Igen, egyszerű, ugye elköltöztem, elkezdődött az utolsó év az egyetemen, elkezdtem tanítani egy gimnáziumban, felkért egy nyelviskola, hogy gyártsak le nekik videókat, úgyhogy most jöttek rendesen a dolgok, meló minden, de így szép az élet, úgyhogy ennek örüljetek, hogyha ilyen sok mindent tenni valóban. Persze pihenni kéne, ugye ez az én esetemben nem mindig valósul meg, ennek igazából az egészségem látja a kárát, mert amúgy gyenge az immunrendszerem eléggé, úgyhogy nyomatok a vitaminokat ezzelre, de én azt mondom, hogy tényleg pihenjetek, mert a testetek meghálálja azt az időt, amit pihenéssel töltetek. Na de nézzük is, hogy mi van akkor, hogyha például ti is ilyen helyzetbe kerültök, és nincsen időtök egyszerűen, mit tudom én, normálisan kajálni vagy főzni, akkor igenis meg kell nézni azokat a helyeket a városban, ahol tök könnyű kajálni egészségesen is, meg ugye nem mellesleg olcsón is. Mi egyetemistáknak ugye elég fontos szempont szerintem. Így jutottam elén oda, hogy lementem az Aula étterembe, ami egyébként az egyetemünknek a... Gondolja végig. Az aulájában? Igen. Itt vagyunk az Aula étteremben, az ELTE BTK-n, és éppen ebédelünk. Mindenki nagyon majszol. Amit tudni érdemes egyébként erről az étteremről, az, hogy nagyon-nagyon jó a kiszolgálás. Itt vagyunk az Asztórián egyébként, szóval tök könnyen megközelíthető ez az étterem. Móni, mit szeretnél elmondani az ebédedről? Finom és egészséges. Igen, és nagyon olcsó, azt is tudni kell. Én konkrétan 900 forintot fizettem, és tök érdekes, hogy mindig 2 csirke mellett adnak, hiába. Ez 900 forintos. Szóval még a kaja is kiesik a szám. Igen, na igen, a lányok csak egy csirke mellett kaptak, mert... A lányok? Mert lányok, nem. Azért, mert ők menübe kérték, viszont a menü mennyibe kerül? 750 forint, tehát nevetséges, nagyon jó. Hát szerintem ez egy rohadt jó hely. Letugassatok el ide, hogyha tudtok, meg van időtök. Mert szerintem tényleg ilyen olcsó, meg egyébként a kiszolgás is nagyon kedves. És képzeljétek, múltkor nem volt nálam még pénze, és azt mondták, hogy úgyis ismernek, ezért visszajöttek majd holnap, és akkor kifizetem. Olykor azért elkap minket az a vágy, hogy együnk valami gyorsat, valami rosszat, hogyha lehet így mondani. Egyébként mindenki beleesik ebbe a kis bűnözésbe, és én nem mondom, hogy ez egyébként rossz, csak tartsunk már mértéket. Tehát azért ne egy Mekibe vagy burgerbe kajáljunk szerintem minden nap. Yeah, I'd like to order one large person with extra people, please. Meg ugye most a gyroszosok, kínai pizzakingek ugye elsokasodtak a városban. Nem mondom, hogy nem fordulok meg én is néha napján egy ilyenben, de azért vigyázzunk tényleg a mértékkel, hogy mikor. Na hát, Móni, mit mondanál erről a Burger Kingről igazából, vagy így általában a gyors kajálásról? Mert úgy ugye mi egyetemisták konkrétan azt éljük át, hogy állandóan rohanni kell, kapkodni és bekapni ilyen 200 forintos szarokat lényegében, már bocsánat. Nagyon könnyen hozzá lehet szerintem szokni ahhoz, hogy csak átugrasz, megeszed, nem vissza, és utána előbb-utóbb úgyis kell venned valamit, így van. Hogyha ne találtál, azon kevesek közé tartozol, akinek van ideje főzni, akkor a következő részletből mindenképpen tanuljatok, hiszen ellátogattam egy kedves barátnőmhöz, aki nagyon-nagyon hasznos tanácsokkal látott el engem is. Hiába azt mondom, hogy egészségesen étkezek, nagyon meglepődtem, hogy tényleg sokkal egészségesebben is lehetne. Természetesen ez nem feltétlenül a legolcsóbb módszer, viszont a testünk ezt is meghálálja. Na hát sziasztok, itt vagyunk most éppen Vikinél, és főzni fogunk, de először is ő be fog nektek mutatkozni, hogy ki is ő, mit csinál valójában. Sziasztok, Vince Viki vagyok. Pápáról jöttem ide Pápestre, egy hónapja költöztem fel. Fitness modell vagyok, és egyébként a Corvinuson tanulok, Marvint a gimiből ismerem, ő volt a végzősöm.
5 éve, úristen, én már 5 éve elvallagtam. Hát telik az idő, srácok, de hát ez ilyen. Igen, és Vikivel főzni fogunk, meg fogja nektek mutatni, hogy így első éves egyetemistaként ő hogyan él itt Pesten, de egyébként az ő étrendje nagyon speciális, meg olyan kitartása van ennek a lánynak, hogy hihetetlen, úgyhogy tényleg nekem mindenképpen egy példaképe az edzés szempontjából. Hát remélem, hogy egyszer én is eljutok ide, szerintem nem fogok, de ugye ne legyünk negatívak. Hát mit fogunk főzni? Mit fogunk csinálni? Na, hát én arra gondoltam, hogy mivel a csirkémet azt már elkészítettem, de egyébként megmutathatom azt is, hogy szoktam eldobogolni. Ezért brokkolit, esetleg rizst, hogyha éhes vagy. Jó, igen, akkor rizst, és akkor a kígyó uborkát szeljük össze hozzá. Hú, ez nagyon jól néz ki, esküszöm, hogy így összefutott a nyelv a számban. És a következő lépés mi lesz? A következő lépés az az lesz, hogy nem tudom, hogy mennyi rizs szeretnél lenni tornarizsámban. Keveset? Nem szoktam sokkal. Jó, de az, hogy mennyi nagyjából? Hát... nézd rám is talán. Hát nem tudom. És ezt meddig kell párolni? Hát erre... nincs szabály? Nincs szabály. Én jobban szeretem, hogyha egy kicsit még ropog. Egyébként ötöm így maradhat. Húha, és még ma nem ettem semmit, szóval reszkes. Most ezt nem mondod komolyan. De kellett volna, mi? Igen. Ezt se csináljátok. Körülbelül, igen, 11 óra és még nem ettem egy falatot se, ez baj. Ez nagyon nagy baj. Pláne, hogyha abból indulunk ki, hogy miután felkelsz, nagyjából egy fél órán belül azért kéne étkezni, mert akkor épülnek be a legjobban a szervezetet, a proteín és a többi és a többi. Úgyhogy erre azért figyelj oda. Ez mi? Ez Himalája só. Fúha, mert azt a betyár. Na ezek micsodák? Ezek kazei, az ugye lassú felszívódású fehérje, azt éjszaka szoktam, lefekvés előtt. Ez króm, aha. Zsíregetés segíti, ez BCA, ez ugye már a esszenciális aminosabb. Aha. És azért tablettát vettem, mert a naturpor az ihatatlan. Ugye az azért, közöld, aha. Ezen arginin, bétalanin és citrulin. Ez mi? Ez nem. Ez mi? Azokat az edzés előtt szoktam, tudod, ilyen nitrogénoxid fokozó hatása van. Az pedig vaxi, az szénhidrát. De hát a szabad, pont azt az mondtam, hát tuplott nem. Ja, de szénhidrát az persze. Az meg króm. Tejint azt máshonnan szoktam megoldani, ezt a bajodekeset ezt azért vettem, mert éppen elfogyott és szükségem volt rá. Itt az ebédem. Mennyit szeretnél? Szedd magadnak, jó? Jó, köszönöm. Te tudod azt, hogy mennyire vagy éhes és mennyire kívánod. Kíváncsi vagyok. Meg itt van hozzá esetleg. Úristen, de jó, és ez jó, mert nem is szoktam enni egyébként. Ez annyi, hogy tovább hagyom. Jó? Aha. Hát te tudsz. Köszönöm szépen. Nem, egy nagyon kevés sót szoktam. Nagyon jó. Tehát, vagy esetleg még, ha szereted a fokhagymát, akkor is. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videómat is. Olyan kérdésekre várom tőletek a választ, hogy ti hol szoktatok kajálni a gimnáziumi vagy egyetemi éveitek alatt, hogyan oldjátok meg ezt a rohanó életmódot, és hogyan tudtok mellette egészségesnek maradni. Edzetek el egyáltalán mellette, vagy ez úgy teljesen kimarad az életetekből. Vagy, hogyha van időtök főzni, akkor mi az, amit a legszívesebben főztök, vagy egyáltalán tudtok-e főzni. Remélem, hogy továbbra is velem maradtok. Vigyázzatok magatokra, iratkozzatok fel, stb. Stb. Martin voltam. Sziasztok! És például ott kajátok egy jó nagyot, mint hogy előbb tette Enci és Timi is. Miért Timi?